Magyar hangok. Forgács Péter. Tompos Kátya. Jakab Csaba, Nyakó Júlia. Csomor Csilla, Kovács Vanda, Szabó Andor. Karácsonyi Zoltán, Pap Katalin, Szabó Zsejke. Kelemen Kata, Kobela Kíra, Rostás Ábel, Vámos Mónika, Régler Renáta, Kertész Péter, Martin Márta. Mavi szerelme. Szép napot neked, édes feleségem. Neked is. Szevda! Hogy vagy? Jól vagyok, közdi, és te? Én is. Bemész az első előadásra? Lesz majd ismétlő óra, ha ma kiadjuk. Nem is tudom. Akkor most hadd hívjalak meg kávézni. Már olyan régen beszélgettünk. Menjünk. A leletek szerint aritmiás problémája van, asszonyom. Mi az az aritmia, doktor úr? Súlyos dolog? Ritmus zavar. Gondot okozhat, ha nem kezeljük, de a gyógyszer is elég lesz. Viszont ha megint panaszai lesznek, jöjjön vissza gyorsan. Olyan sokba kerül, majd akkor jövök, ha lesz annyi pénzem. Tessék? Mit is mondott? Ja, igen. Jövök, jövök, doktor úr. Persze, hogy jövök. Egy hónap múlva akkor is jöjjön, ha jobban van. Rendben? Rendben. Remélem. Akkor egy hónap múlva találkozunk. Köszönöm szépen. Ha lehet azért, ne szomorkodjon semmin túl sokat. Ne idegeskedjen annyit. Rendben van? Hát szeretek én olyanokat csinálni, doktor úr. De jönnek azok maguktól. Mindegy. Azért megpróbálom. Rendben. Jobbulást. Viszontlátásra. Jaj, hála Istennek, mára megszabadultunk az orvosoktól. Anyuka, hallott, amit mondott az orvos? Diétáznia kell, most már nincs menekvés. Hagyjuk már ezt. A diétánál akkor már a halál is jobb. Ezt tegyek, azt tegyek. Ja, persze. Kedves szervet, köszönöm a segítséget, lányom. Mert így nem kellett sokáig sorban állnom. Nincs mit, kedves asszonyom. Na hát, mi van? Ennyire szívén viseli az anyósa, hogy létét. Akkor végleg elveszítettem a kislányomat. Anya! Mit csinálsz te itt? Kicsit rosszul voltam, ezért orvoshoz kellett jönnöm. De most már jobban leszek. Velem már nem is törődsz, édeslányom. Anya, dehogy nem törődöm veled. Most elég ideges lettem. Mi a baj? Jól van, ő, jól van. Csak megjátsza a betegséget, hogy visszajöhessen. Haszibe, mondd, mennyi időd van hátra? Na most, mit mondott az orvos? De anyuka! Várjál már, Mavi. Te érzékenyen reagálsz a problémára, de nekünk igazat kell mondanunk. Fatmától tudtad meg, ugye? Hogy ma ide jövünk, igaz? Mindenfélével próbálkozol. Tényleg nagyon okos asszony vagy.
de ezúttal nem hiszek neked. Nem veszem be. Anyuci, ma reggel találkoztam Fátmával, és azt mondta, jól vagy. Anya, mondd el az igazat, jól vagy? Vagy igaza van Refikának, hogy... Jól van, akkor bevallom. Rajta kaptatok. Becsaptalak volna, de Refika okos, rájött és nem hisz nekem. Gratulálok, Refika, gratulálok! Istenem, mennyire okos voltál most. Nagyon szépen kitaláltad, nagyon. Jól van, lányom, maradj csak az anyósoddal. Fogd a kezét, és ne hagyd soha egyedül, hisz ő is az anyukád. Persze mindennel próbálkozik. Ha kidobják az ajtón, beugrik az ablakon. De ezúttal haszében nem hiszem el egy szavadat sem. És mi van, ha most tényleg beteg lett anyuka? Nem, lányom. Hát nem ismered az anyádat? És most vallotta be nekünk, nem? De ezúttal nem tud átvenni minket, igaz? Éppen ez a helyzet most, édes lányom. Asszonyom! Nem baj, ha oda megyek a barátaimhoz köszönni, ha már itt vagyok a kórházban. Rendben, lányom, menj csak, menj. Persze, menj csak. Jamal, tökéletes ez az érzés, hogy kézen fogva sétálgatunk. Igen, hála Gülájnak. Szinte újra tinédzserek lettünk. Izgatott vagyok, hogy sétálhatok a feleségemmel. De tudod, mi van? Szafó, nem értem én ezt a nagy esküvői tervezgetésedet. Elfelejtettem megkérdezni, mennyibe fog ez nekem kerülni, mert azt természetesen majd nekem kell kigazdálkodnom valamiből. Jamal, mostantól ezen fogsz gondolkozni. Istenemre kérlek, hogy ne tedd ezt. Persze, hogy gondolkozom rajta. Azt hiszed, olyan könnyen keresem meg mindenre a pénzt. Jamal, kérlek, legalább ma ne beszéljünk a pénzről, jó? Szép napot kívánok! Jó napot! Szafó, hogy is van a mese? Ja, már eszembe jutott. A mennyasszony felpattant a lóra és azt mondta, meglátjuk, mi lesz. Engem akartál, de végül barán lett a vőlegény. Pszt, Jamal, meg akarsz halni, csend? Ó, nem. Ahhoz túl keményen bántak velem. Ez nem elég. Egy sétáljunk. Szétlőjem a fejét itt és most, főnök. Szeifi, ülj a kocsiba. Meg akar halni? Szeifi, ülj a kocsiba. Nézzenek oda. A lányom nem hisz nekem, de annak a boszorka anyusának igen. Szégyellje magát. A temetésemre. Arra se fog eljönni, ha meghalok. Jaj, Hasibe. Maga tényleg beteg lett? Mi között hozzá? Semmi között hozzá, szervet. És menj innen. Menj innen, amíg még szépen mondom, jó? Tényleg nagyon sajnálom magát, tudja? Mert a saját lánya már egyáltalán nem bízik magában, és az anyósát jobban szereti. Magának nem hisz, de Refikának igen. Nem baj, ha nem hisz nekem. Úgy is azt fogja mondani, hogy igaza volt az anyjának, és rá fog jönni egy nap, hogy el kellett volna hinnie. Micsoda zsarolás! Refika és Mavi nem dölt be. Erre most nálam próbálkozik. De én nem hiszem el az ilyesmit, Hasibe. De nem hazudok. Miért hazudnék? Sok napja az életemért küzdök már. Gond van a szívemmel. A doktor úr szerint minden bizonnyal. Aritmúmia, vagy aritmia, vagy micsoda. Gyógyszert kell szednem.
Nem idegeskedhetek és nem szomorkodhatok. Akkor ne idegeskedjen és ne szomorkodjon. És vegye be a gyógyszert. Jobbulást kívánok. Szervet? Ne szólj erről Mavinak, jó? Ne sírjon ezért. Mondanék bármit. Ha elmondanám neki Hasibe, akkor Mavi megsajnálná és visszakönyörögni a villába. Sajnálom, de ott sokkal jobb maga nélkül. Figyelj, rám kérlek. Nem akartam mondani, de ez a Jamal még gondot okoz nekünk valamikor. Hagyjuk annyiban ezt az egészet. Nézd, Ayan meghalt. Gülay pedig megszökött előlünk. Biztos vagyok benne, hogy ez itt nem nekünk való hely. Majd elmegyünk, ha itt az ideje. De nem most. De én tényleg nem értem. Minek vagyunk mi még itt? Mégis mit keresünk mi még itt, Faisal? Jamal börtönbe kerül, Szejfi. Ha Gülay férje lenne, akkor is bemenne. Bosszút kell állnom az öcsémért. Az a férfi börtönbe kerül. Ezt még elintézem. Aztán elmehetünk. Jól van, Faisal. Ahogy csak szeretnéd. Hívd fel az ügyvédet. És mondd, hogy meg ne lássam, ha Jamal nem kerül börtönbe. Rendben van. Felhívom. Szép napot, Hasibe. Szép napot. Szép napot, Hasibe. Szép napot. Faisal úr, azért jöttem ide, hogy... Előbb üljünk le, jó? Faisal úr tudja, azért jöttem ide, mert azt mondta, segít Pembének, hogyha ide jön önhöz munkát keresni. Igen, de most szerintem más jár a fejében. Lehet. Na és mondja, nekem adna munkát? Lehet takarítás, mosogatás, bármi. És én nem is tudom, bármit megcsinálok. Bizony. Szejfi. Igen? Hívd az igazgatót. Intézzen Hasibének munkát a szállodában. Rendben, hívom is. Nagyon köszönöm, fiam. Faisal úr akarom mondani. Csak kicsit összekeveredtem. Hogy hívhatom a főnökömet fiamnak? Ja, Istenem. Figyeljen rám. Megsértődöm, ha nem hív fiamnak. Miért lennék én a főnök? Hisz maga itthon van. Érezze jól magát. Jó. Az étteremben fog ebédelni, Faisal úr? Mit főzött ma a szakács? Rokfortos marhasültet. De miért nincs hagyományos étel? Vettem egy nagy szállodát, és nem olyan a konyha, mint amilyet én szeretnék. Uram, nem főzünk hagyományos ételt, mert a vendégek nem igénylik. A személyzetnek nem főzünk. Akkor nem eszem, nem kérek semmit. Én főzhetek magának, ha szeretné, Faisal úr. Jaj, fiam, tényleg... Tárhána leves, csak 5 perc, na? Főzök káposztalevest is, ha kéri. Na, mit gondol? Az tökéletes lenne. Jól van akkor, fiam. Merre van a konyha? Szejfi? Igen? Mire vársz még? Mutasd meg Hasibe néninek a konyhát. Már is, Faisal, már is. Tessék csak velem jönni, menjünk. Menjünk. Menjünk erre, jó? Ja, és hoztak nekem egy ilyet. Na tessék! Hát ezt nem érdekli semmi. Itt sétálgat az utcán jókedvűen, miközben én szenvedek.
te gyáva féreg! Na, ezt figyeld! Ízmet! Bembe? Mi újság veletek, öröcskék? Semmi. És te mit csinálsz itt? Mit csinálnék? Hát sétálok. Ízmet, gyere ide, mondok valamit. Hozzám beszél? Miért nem Ízmetnek hívnak? Kinek mondaná? Nem tudom, csak olyan furcsán mondta. De nem fogsz megütni azért. Szégyeld magad, Ízmetkém. Csak azért, mert a múltkor olyan dühös voltam. Már nem haragszom rád. Közömbös vagy számomra. De megértem, ha nem akarsz velem beszélni. Te tudod? Ízmet, még mindig a feleséged. Szerintem menj oda, és tudd meg, mit akar mondani. Igazad van. Jövök, Pembécske! Ide jössz. Pembécske! Tudod, amit a múltkor mondtál a házban? Nagyon rosszul esettem. Jaj, drágám, nem hagyom magam. És most szépen szétverem a fejedet. Hagyjál! Fembe! Hagyjál már! Ali! Megöllek, Ízmet, Göröcski! Most véged van! Fembe! Állj le, Fembe! Viselkedj már! Hagyjál békén! Annyi mindent mondtam a múltkor, de még nem nyugodtam le, és ezért meg akarom verni! Fembe! Fembe! Hagyd abba! Fembe, hagyd abba! Szétvernélek, ha a bátyád nem lenne itt, Ízmet. Tehát akárhányszor találkozunk. Mindig megkapod majd tőlem a magadét. Remélem megértetted? Felfogtad? Fembe, hagyd abba! Rendben van. Tényleg azt mondta most, hogy mindig megver, ha meglát? Azt mondta. Mondjak neked valamit? Ez a lány nem fog egy hamar lenyugodni. Ó, Istenem, Ali. Akkor most mi lesz? Nem is megyek sehova sem. De már vásárolni sincs kedvem. Ez őrület. Meg fogja csinálni. Én pont azt gondolom, hogy nem ászkálj sem erre. Ajaj, Ali, ne neves már! És nagyon szépen kérlek, ne mondd el senkinek, ami ma történt, rendben? Jól van, ne aggódj emiatt, gyere. Tessék, fiaim, tessék! Tessék! Oh. Aj, de finom! Tökéletes! Az Isten áldja meg Hasibe néni. Köszönjük, Hasibe néni! Jó étvágyat! Hasibe néni, főzne nekem mostantól minden nap ilyeneket ebédre? Persze, fiam, persze. De azért mi, Hasibe néni? Nagyon nem tetszik nekem ez a ruha. Nem lenne baj, ha nem hordanám én ezt az egyenruhát. Sajnos ez ügyben én nem tehetek semmit. Jól van akkor. Felveszem én, ha azt mondja, fiam. Jó étvágyat! Köszönjük! Apuka, anyuka hol van? Pihennie kell, ma korán lefeküdt. Ma volt a megbeszélés a tanácsadókkal. Mit mondtak? Van egy ajánlatom, ami tetszeni fog. Remélem is. Apa, azt mondtad, hogy építkezésbe akarsz befektetni? Igen. Jamal mezőgazdasági gépeket akart venni. Igen, éppen a hitelről tárgyalok. Miért? Mi történt? Lehet, hogy nem is kell az a hitel. Ezt hogy érted? Hogy fektetünk be, ha nincs hozzá hitelünk? Tőzsdére visszük a céget. Azt mondtad, hogy a tőzsdére? Igen. És a részvényekből befolyó pénzt költjük befektetésre. Jól van, de az nem lesz baj, hogy nem tudunk semmit erről. Miért tennénk ilyet? Nem kell hozzáérteni. Már a legtöbb cég ezt csinálja. Vagyis, hogy így szerzik meg a pénzt a befektetésekhez. Ali, de akkor majd
Mostantól idegeneket is be kell vennünk a mi saját családi cégünk mindenféle ügyébe. Annyi részvényt adunk el, amennyit csak kell. Csak kis tulajdonuk lesz a részvényeseknek. Mi leszünk a főtulajdonosok. Ali, szerintem hallgass meg a bátyádat is. Én nem akarok semmibe beleszólni, de neki nagyobb tapasztalata van az üzleti életben, mint neked. Kösz, Szafie. Nem igaz, apuka? És akkor is a bátyád vezette a céget, amikor te börtönben voltál, nem igaz? Jaj, olyan szépen kezdted a mondatot. Minek kellett belekeverni a börtönt? Ali, én nemet mondok. Te mit szólsz, apa? Szerintem elég jó ötlet. Az öcsédnek jó ötletei vannak az üzletben. Azt javaslom, tartsunk egy megbeszélést nem sokára a tanácsadóval is. Rendben van, fiam. Jó lesz, Jamal? Igen, apa, jó lesz. Legyen megbeszélés. Jön a kebabot, Birgő, drágám. Na, Istenem, mi van a flaskában? Azt nem tudom. Jó estét! Szép jó estét! Szép jó estét! Mi történt, Szejfi úr? Itt fog ma teázni. Na tessék, hát nem elhozta magával a teát, hogy ne nekünk kelljen vele bajlódni. Nem, dehogy is. Ez itt nem tea, ebben van a kebab. Adanában így csinálják azt a híres kebabot? Vagyis, hogy ebben küldték, hogy ki ne hűljön a finom kebab, amíg ide ér. Van még répalé és lepény is a csomagban. Jó étvágyat! Adj nekem is egy lepénykét. Tessék, tessék! Ja, Istenem! Soha életemben nem ettem még ilyen finom kebabot, az biztos. Egészségükre! Köszönjük. Tényleg nagyon finom. Hozz majd még ilyet máskor is. Persze, hozok én bármikor. És van a trépalé is, illik hozzá. Tessék! És akkor majd kap cserébe valamit. Akkor kérnék is egy jó kávét. Majd meg is fogjuk hívni, de úgy nem helyes, ha mások is vannak a házban. Igaza van, nem lenne helyes. Jó, akkor majd együnk és ígyunk valamit. Valahol máshol. Rendben lesz úgy akkor. Remélem jó lesz. Akkor már a jó éjszakát. Na, akkor én megyek is. Szép jó éjszakát. Lassabban, mert még megfulladsz. Csak te ne aggódj, értem, nem fulladok meg. Figyelj, szervet! Nem mondhatjuk el senkinek, honnan jött ez a kebab, nem tudhatja meg senki. Együk meg mindent. Mondanék valamit. Sajnálom, hogy nem hívtad meg egy kávéra. Miért hívtam volna? Amúgy sem túl jó társaság ez az ember. Nincs semmi komoly baj, ugye, anyuka? Mondja, kérem. Nem, nincs semmi baj. Hála Istennek. Túl foglak élni titeket is. Hihetetlen, amit igen csinál. És még állást is talált magának. Ja, hát persze. Nem jöttem zavarba, lányom, hanem kértem magamnak egy jó kis állást. Na és mi volt a titkárnői állással? Nem fogadtam el, mert keveset fizettek. Azt hiszik, hogy szolgáló leszek olyan semmi kis pénzért. Lányom, ne nézd a pénzt, fogadd el. Négyen vagyunk itt a házban. És bizony, aligha lesz elég az a pénz, amit mi ketten Fátmával összeszedünk. És mit csinál ott a szállodában, anyuka? Én? Én csak fordítok a turistáknak, mert azt is kell egy kicsit. Szobát takarítok. Mit csinálhatnék én ott? Jaj, Istenem! Housekeeping, ugye? Ja, ez az. Housekeeping.
housekeeping, ezt soha nem tudom kimondani. De nem is, anya. Mert azt kell mondanod, hogy housekeeping, mielőtt bekopogsz. Bekopogok, és azt mondom. Itt a takarító. Ez is jó. Meg is értik rögtön. Ha meglátnak engem, mert a szavaimat nem mindenki érti, ez igaz. Majd én megtanítom neked, jó? Figyelj, most lassabban mondom. Housekeeping. Housekilling. Imádom, ahogy mondod. Nem killing, hanem keeping. Housekeeping. Jó. Most már ki is nevetsz? De ha egyszer nekem ez nem megy, úgy nem jó. Ezért mondom, ahogy tudom, édeslányom. Remélem, megint elhalasztják a tárgyalást. Én is remélem. Én is remélem. Apa, a jogász szerint ma meg lesz a döntés. Ali, akkor szólj, ha vége van, rendben. Jó van. Na, mi van, Safia? Mire gondolsz? Jamal, drágám, én is eljöhetek veled. Miért? Gondoltam, nagy felfordulást csinálok, és kiszöktetlek a tárgyalóteremből, ha börtönbe kell menned, jó? Annyira vicces lány vagy te, Safia. Ne aggódj, drágám. Nagyon gyorsan visszajövök hozzád. Jaj, remélem is. Gyere, menjünk. Akkor, Görecske család, imádkozzatok értünk. Viszlát. Menj, fia, menj. Viszlát. Isten áldjon. Rajtad. Hasibe néni, kibomlott a felvarrás. Be tud állni a helyemre 5 percre? Átveszem és visszajövök. Persze, persze, menjen csak. Álljon ide a helyemre. Mosolyogva üdvözölje a vendégeket, és kísérje őket a recepcióhoz. Jól van, persze, megoldom én ezt. Ja, Istenem, sok vendégem voltám a házban éveken át. Ne aggódjon, ide tudok én állni. Menjen csak, ne izguljon. Semmi baj nem lesz. Mennyi pénzt is kap az, aki itt áll az ajtó előtt? Na, mi van már? Mi van? Miért nem nyitotta ki? Tessék? Miért nem nyitotta ki? Ja, Istenem, hát nincsen magának keze? Miért nem nyitja ki saját magának? Aki a bejáratnál, annak ez a dolga. Hozza a csomagokat. Ja, Istenem. Ja, mert én vagyok a szolga, igaz? Elhozta otthonról a félházat? Hát minek kell magának ilyen sok bőrönt? Mondja csak meg nekem. Elég lenne magának egy pizsama, egy-két ing és alsó nemű. És kész is vagyunk, ennyi. Na de ez itt a teljes szekrénye, és persze még nekem kellene becipelnem. Ha ilyen a személyzet, be sem megyek. Nézzenek már oda, miket képzelnek egyesek. Tegye vissza a bőröndöket, itt nem szállok meg. Ne is maradjon itt, menjen innen akkor máshová, ez az. Jól van ez így. Mintha ennek a nagy szállodának a maga pénze kéne, mi? Menjen, menjen csak máshová. A szemtelen. Jaj, édes istenkém. Nem akarok neked rosszat mondani, de miért adtál pénzt ilyen tökkel ütött embereknek? Hát fogalmam sincs. Figyeltem magát 5 percig. És nagyon vicces, Hasibe néni. Nagyon sajnálom, Faisal úr. De mostanában olyan könnyen mérges leszek, ezért nem bírtam, hogy úgy beszélt. Ezért aztán most elment. Egy vendégünk. Hát semmi baj. Ha elment, nem lényeg. Higgy el, én is nagyon mérges vagyok mostanában. Csak mert a kis húga nem ment hozzá Jamalhoz a múltkor. Jaj, Istenem, de jó! De édes a szabadság! Az öleljenek meg! Örülök. Jamal, annyira sajnálom ezt. Átvállaltad a bűnömet. Na, maradj már, még meghallja valaki. Tudod, az ügyvéd már elmondta, hogy csak rövid büntetés lesz. És azt is felfüggesztik. Na, ez van. És a Faisal fellebbez? De mondd, miért idegesítesz a semmiért? Megteheti, de akkor is ez lesz az ítélet. Remélem. Jaj,
majd, de végre megszabadulunk Ájhán kocsakügyétől, és kész. Nyugodjék békében, bár ne történt volna. Igen, nyugodjék békében. Na menjünk, gyere, gyere. Jó. Ja. Fájszál? Ilyen korai órán iszogatsz? Magyarázattal tartozom. De hogy is fájszál? Nem úgy értettem én, tudod jól. Az ügyvéd nem jelentkezett még. Nem ért véget ez a per? De igen, már vége lett. Most akartam elmondani. Elengedték azt a szélhámos Csemált. És nem büntették meg azt az alakot, aki megölte a kisöcsémet. 6 hónapot kapott. Azt is felfüggesztve. Fájszál, ha nem állok bosszút az öcsémért. Ha így állunk, én oldom meg. Jó, elintézzük, de most tök részeg vagy. Ülj csak le és igyál meg előtte egy kávét, rendben? Nyugodj! Ne legyek fájszál, ha nem állok bosszút az öcsémért. Én oldom meg. Értem én, de várj egy... Merre jártál, csillagom? Ide értem, anya. Na, gyere, menjünk gyorsan a buszhoz, jó? Most ne menjünk busszal, olyan szép időnk van ma. Sétáljunk egyet, jó? És közben vehetnénk valamit a buszjegy árából, jól van? Édes kislányom. Jaj, ez meg miért remeg, mint a nyárfa levél? Fájszál, jól van, fiam? Nem ivott túl sokat? Igen, ittam egy kicsit. Egy kicsit? Egy öngyújtótól simán felgyulladna, édes fiam. Na még az ebédet sem ette meg, amit ma főztem. Minek ivott annyit, ha előtte nem evett semmit, mi? Mit csinál itt most kint? Hova készül? Megy valahova? Jemált nem ültették le. De majd én megbüntetem. Mi? Megőrült, édes fiam! Figyeljen! Jemálnak családja van. Nem teheti meg, azzal tönkre teszi saját magát és őket is, fiam. Nekem már mindegy, Hasibe néni. Ezért most megkapják. Ne mondjon ilyet, fiam, ne. És mi történne, ha már lelőtte Jemált? Mi történne? Attól felkelne a sírból a halott öccse, mi? Felejts el ezt, fiam, felejts el, és hagyja, hogy bajba keverje magát az a szélhámos. Hagyjon, Hasibe néni. Hozza a kocsimat! Anya, hagyd már abba! Miért nem hagyod elmenni? Tudod, hogy most éppen egy görecske életét véded? Te megőrültél, lányom. Most megy el az eszed? Ha hagyom, megöl mindenkit. Hívd fel a görecski családot, szólj nekik gyorsan! Ó, én nem hívom fel őket. Ha meghalnak engem, az sem érdekel. Megkerültél, lányom. Miért öntesz olajat a tűzre, mi? Mondom, hogy hív fel őket most rögtön és kész, nekem nincs egységem. Belemerült a telefonom. Fájszál. Ne akarjon megállítani, mert akkor a végén maga is megjárja, Hasibe néni. Ja, rendben. Ennyire elszánt lenne? Akkor jövök én is és megnézem, mit művel, jó fiam? Ja, akkor én is jövök, mert ez tökéletes lesz. A görecski házhoz. Jaj, Jemál, napok óta nem alszom, úgy féltem, hogy be kell menned a börtönbe. Ne félj, kedves anyukám! Ne félj, most már megmenekültem. Hála Istennek, igen. De most meg is kellene hálálnunk. Áldozzunk egy birkát, vagy süssünk ingyen sütit. Amit csak akarsz, ez nagy probléma volt. Jemál, megszabadultál Gyulájtól és a börtöntől. Hála Istennek! Igen. És megint a talpadra estél, Jemál görecski. De figyeljetek csak!
Most minden annyira rendben van az életemben. Nem így szokott lenni, igaz? Mert Jamal görecske életében mindig kell lennie valami rossznak, valami problémának. Ezért valami biztos történni fog, majd meglátjuk, hogy mi. Ugyan, Jamal, most már ne történjen semmi rossz, mert az mi ránk is kihatna. Igen, Jamalom, csak pozitívan. Nézd, hála Istennek minden rendben. Én pedig megszervezhetem végre az esküvünket. Igazad van, Safie. Jó, tudod mit? Szabad kezet kapsz. Legyen úgy, ahogy akarod. Szuper! Szabad kezet? Jamal, talán beteg vagy? Ez nem a te stílusod. Sokkal jobban mutatsz, ha ilyen nagy lelkű vagy. Jó, kedves görecski család, hadd írjam le az álomesküvőt. A téma a vidék. Nagyon romantikus, tündérmese, a természetben, nagy zenekarral. Te, Safie, eszednél vagy, lányom? Hideg van és megfagyunk. Szafu, anyának igaza van, gondolkozz egy kicsit. Mondjuk én felveszem a jéger alsót az öltöny alá, de veled mi lesz? Az esküvői ruha alá mit veszel fel? Megfagysz. Jaj, Jamal, gondolkodj kisi elittebb módon. Jéger alsó? Komolyan? Jamal, most ne ellenkezz már. Nem te mondtad, hogy Safie azt csinál, amit akar? Igen. De... Tudod, mi lenne jó? Kapsz egy termóöltönyt, és akkor nem fázol meg. Termó, az jó lesz. Ali, ez tökéletes ötlet volt. Majd emlékeztessetek rá, hogy írjam fel az ötletek közé, jó? Rendben. És a vőfélyeknek is termóöltönyük lesz, na? Vőfélyek? Igen. Tudod, te, Iliász és Ismet lesztek Jamal vőfélyei. Mávi, Szevda, Szervet és Birgül lesznek a koszorús lányok. Benne kell lennem ebben a négyesben, Ali. Ja, nem is tudom, de úgy látom, igen. Refika? Ha? Koszorús lány. Tudod, a külföldi esküvőkön szokott lenni, pont olyan, mint a vőfény a fiúknál. Igen? Fent van, ugye? Ki? Istenem, fegyver! Miért veszi elő már is a fegyvert, fiam? Várjon! Házibe! Mi folyik itt? Jaj, jaj! Jó van, akkor megszervezem neked a legjobb esküvőt, jó? Rendben. Ha vidéki stílusút akarsz, akkor az lesz. Rendben van. És a háttérben a kappadókiai tündérkémények lesznek. Persze, drágám. Jó, persze. Amit csak akarsz. A tündérkémények is, minden egyéb is meg lesz. Jamal! Merre vagy? Mi folyik itt? Jamal! Mi folyik itt? Hasibe! Pembe, mit kerestek itt ezzel az emberrel? Faisal! Betör hozzánk fegyverrel a kezében! Most hitted mindennek vége, mert a bíróság elengedett? Jamal! 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 Most megfenyeget minket? Ali! Hagyjál! Ali, menj onnan, fiam! Faisal részeg! Hiába beszélsz, nem fogja megérteni. Ez itt igazi fegyver. A bátyja megölte az öcsémet, Ali. Nem bírom elviselni, hogy nincs börtönben. Ezért most megöllek Jamal görecski! Jamal! Faisal, figyelj rám! Kérlek, nyugodj meg! Mit csinálsz itt? Faisal, tegye le a fegyvert! Vagy rossz vége lesz. Csinálj valamit, Fázil! Faisal úr, maga most nem józan. Tegye azt le! Anya, ne folyjatok bele, nem lesz hosszút baj. Hosszút kell állnom az öcsémért, Fázil úr. Addig innen én nem mozdulok. Mit művel maga? Tegye le a fegyvert, maga őrült! Faisal úr, fiam, hagyja abba. Tegye le a fegyvert és menjünk innen, jó fiam? Nézd ide! Te vetted rá ezt az embert erre, mi? Így akarsz bosszút állni rajtunk, csak mert kirúgtalak a házból? Mégis miket beszélsz itt, Refika? Őrült vagyok én, pszichopata? Már miért csinálnék én ilyesmit? Nem tudsz olyat tenni, hogy elismerjenek. Ellenkezőleg. Anya megpróbálta megállítani Faisal urat. Most már érti, kedves Refika? Igen. Utána jöttem, mert úgy jött ki a szállodából, hogy megöli Jamalt. Mit keresel te Faisal úr szállodájában? Most ott dolgozom. Mi?
Mit eszik és iszik az anyád, míg te itt eszel és iszol mindenfélét, édes mávikám, mi? Ja, sajnálsz? Ne tedd! Mondj egy utolsó imát! Elég fájsz? Ali, hagyd! Lőjön le engem inkább! Mit csinálsz, Ali? Megőrültél? Ali, ne! Ali, menjen az utamból. Magával nincs gondom. Ne akarja, hogy lelőjem, Ali! Figyeljen rá, Fajsza! Először engem kell lelőnie. Maga nem bánthatja a családomat. Hagyd abba! Ereszen! Megállítottuk. Erre ez idejött és olajat öntött a tűzre. Őrült! Nyugi, Fajszál, nyugi! Seifi, fogja és vigye el innen. Mozduljanak már! Még nem végeztünk, Jamal Görecski. Később még találkozunk. Ja, találkozunk, Fajszál, persze. De előtte kérjél időpontot a titkárnőmtől, mert nem érek én rá mindig. Na menj innen! Na gyerünk el innen! Tűnés! Pembe, te is gyere, lányom! Jamal! Jól van? Igen? Anyuka, maga ezekkel megy? Csak ellenőrzöm, hogy tényleg elmegye mindenki. Mi közöd neked ehhez az őrülthöz, anya? Az az ember nem is őrült. A mély szomorúság miatt ilyen. Anyuka, hibát követel. Mégis milyen hibát? Mi? Miben hibázom? Fajszál úr munkát adott nekem. Hála neki, van ételem és megbecsül engem. Nem hívott élősködőnek, mint az anyád. Nem meglepő, hogy mellé állok, ha gondja van. Mávi, ismerd meg anyádat. Nézd, hogy védi azt, aki a családunk ellen van. Látod már? Te is vésd ezt az eszedbe, Ali. Fogja be, baszorka! Pembe! Vigyázz a szádra! Na, menjünk.